Szeptember 1-én megkezdődött a 2022-2023-as tanév. A Jászberényi Tankerületi Központ intézményeiben közel 6000 diák számára csengettek be ezen a napon. Ti nem akartok semmi rosszat. Isten a tanútok rá. De nincsen, aki köztetek egy szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiótoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot. A templomot s az iskolát. Reményik Sándor versével indult a tanév Jász Jákóhalmán a Jászsági Általános Iskola 4. Béla Általános Iskolájában. A tankerület vezetői itt köszöntötték az évkezdő diákokat. Mindenkit, aki eljött és elfogadta a mai napra a meghívásunkat, nagy-nagy szeretettel köszöntök. Az önkormányzat egyúttal együttműködve a falu program keretében adjuk át a mai napon nektek, a tanulóknak, a pedagógusoknak, és az egész településnek a felújított iskolát. A tanév kezdetére készült el az iskola épület homlokzat felújítása, amely átadása apropóján érkeztek a Jász Jákóhalmi iskola tanévnyitójára a tankerület vezetői. Amint egy 30 millió forintos munkára a Magyar Falu Program támogatási keretéből a tankerület, valamint a települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából teremtettek forrást. A beruházásnak köszönhetően az épület külső felújítása történt meg. A pályázaton elnyert összeg 29 millió forint, amelyet a Jász Jákóhalmi önkormányzat 3 millió forinttal és a Jászberényi Tankerületi Központ saját költségvetésének terhére 2,5 millió forinttal egészített ki. A tankerület igazgatója köszönetet mondott a települési önkormányzat, illetve a térség országgyűlési képviselője támogatásáért. Később hozzátette, a tankerületben további fejlesztések is történtek, illetve elvégezték a szükséges karbantartásokat is. Minden intézményünkben tisztasági festések, tantermeknek a fertőtlenítése az megtörtént, valamint Jászágon, szintén Magyar Falu Program keretében közel 11 millió forintból az épület külső felújítása történt, illetve a nap napokban fog elindulni János Hidán a fűtéskorszerűsítésnek a beruházása. Normál talrendre készülnek a terület intézményeiben. Én úgy gondolom, hogy a fűtés az rendben lesz az elkövetkező időszakban. A 2022-23-as tanév hagyományos munkarendben fog elindulni. Nem tervezünk semmilyen szünetet az elkövetkező időszakban, ami esetleg a fűtési problémák miatt adódna. A belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a gázpiaci helyzetet, illetve a tankerületnek is feladata egyértelműen minden nyáron a fűtésnek a karbantartása, a fűtési rendszernek a karbantartása, ennek a felmérése. Ez idén nyáron is megtörtént, ugyanúgy, mint minden évben az eddigiekben. Fűtőrendszerrel nincs probléma, illetve a finanszírozás kérdése, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez egy olyan kérdés, amelyet a közeljövőben meg fogunk oldani. Jász Jákóhalma polgármestere Terjéki Tünde jó tanévet kívánva mondott köszönetet a felújításért és az együttműködésért. Hasonlóképp a térség országgyűlési képviselője is jó kívánságait fejezte ki. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik ma egy sikerélményként élik meg itt Jász Jákóhalmán, hogy a iskolátok több mint 30 millió forintból megújult. Köszönetet szeretnék mondani a pedagógusoknak, az önkormányzatnak, a tankerületnek, pályáztak és jól pályáztak. Sikeres évet és sikeres életet kívánt a gyermekeknek. A képviselő megerősítette, hogy folytatni szeretnék az intézményfelújításokat. Ezek a épületfelújítások mindig visszaigazolnak, hogy jó döntés volt, hogy az állami feladatok az államnak kell eltartani, az államnak kell finanszírozni, de haszonélvezője mégiscsak a kis település. Most egészen biztos, hogy egy nagyon nehéz időszak következik. A miniszterelnök instrukcióját tudom közölni, a mezőgazdaság és az iskola, amire mindig minden körülmények között pénz kell. A mezőgazdaság ugye a belső fogyasztásnak, a belső gazdaságnak a motorja. Elengedhetetlen a mezőgazdaság fejlesztése, főleg egy ilyen év után, amikor az aszály mindent elpusztított, a gyermekek meg a jövő. Ez a kettő kiemelt prioritás lesz. A hivatalos átadást jelképező szalagvágást követően Ivancsó István plébános áldotta meg az épületet. A diákok megújult környezetben kezdhetik a 2022-2023-as tanévet.